Kultúrösvény mai adásában elsőként Kovászóra látogatunk, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének nyárbúcsúztató családi napjára. Majd a szilvalekvár készítésének fortéjaival ismerkedünk a Mezőgecsei Lekvárfőző Fesztiválon. Innen Munkácsra visz utunk, Kárpátalja egyetlen komoly zenei táborába, majd részt veszünk a Magyar Állami Operaház nagy sikerű beregszászi előadásán. Végül Ungvára utazunk a jazz zene kedvelőinek szervezett fesztiválra. Tartsanak velünk! Nagyon örülök, hogy ennyien összegyűltünk. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete néhány éve azért jött létre, hogy egyesítse és támogassa a vidék magyar sokgyermekes családjait. Céljuk a kezdetektől a kárpátaljai magyar családok képviselete és támogatása. Olyan programok létrehozása, amelyek színesítik a mindennapjaikat, ahol lehetőséget teremtenek a kikapcsolódásra a gyerekek és a felnőttek számára egyaránt. Ilyen ötlettől vezérelve szervezik meg évről évre a nyárbúcsúztatót is Kovászón. Évente úgy hozzávetőlegesen 100 programunk van most már. Ezek kisebb-nagyobb programok, vannak klubfoglalkozásaink, vannak néhány fős vagy néhány tízfős programunk is. Évente 3-4 nagyobb programot szervezünk, az egyik ez a nyárbúcsúztató. Ez néhány évvel ezelőttem harmadik vagy negyedik alkalom, hogy ezt tartjuk. Nyár elején szokott lenni a gyereknapunk, ez is egy nagy rendezvényünk, és arra gondoltunk, hogy a nyarat milyen jó lenne közösen zárni, újra találkozni, egy kicsit kötetlenebbül együtt lenni, nem egy olyan programon részt venni, ahol egyik programról a másikra rohanunk, hanem egy ilyen vasárnap délután ebéddel mindenki ugye Isten tisztelet mise után pont ide tud érni, háziasszonyoknak nem kell otthon főzni, ez külön öröm számukra, úgyhogy itt a család kijön, és akkor rögtön egy ebéddel tudunk kezdeni, utána természetesen a gyerekeknek mindenféle programot biztosítunk, de a lényeg az, hogy kötetlen módon találkozzunk, és lezárjuk ezt az idei nyarat is. A megnyitó után a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház művészeinek előadásában az Égigérő fa című mesejátékot tekinthették meg a gyerekek és szüleik. Ezt követően számtalan érdekes program várta a megjelenteket. Többek között lézerharc, íjászat, arcfestés és kézműves foglalkozások is. Szövésnek az alaplépéseit tanuljuk. Azért csináltunk ilyen kis szövőkereteket, hogy a gyerekek megtanulják, hogy mit jelent az, hogy a fonal hogy váltakozik egymással, és hogy lesz ebből egy ilyen kis szőttes kis szütyő. Most ők azt se értik még, hogy miért kell alulról meg felülre ölteni, de majd mindjárt rájönnek. Gyerekek szeretik, és általában mindig a fiúcskákat jobban érdekli. Nagyon csodálkozok rajta, a szövőszéket is, ha visszük, akkor is ők az elsők, akik jönnek hamarabb, a fiúk. És az igazság, most lányok nincsen, nem akarom megsérteni őket, de a fiúk ügyesebb kezdek. Nem tudom miért van, de nagyon aranyosak, ügyesek, úgyhogy szeretik csinálni, úgyhogy én megörülök neki. A 2013-ban létrejött egyesület kezdetben 34 tagcsaláddal indult. Mostanra viszont már több mint 400 családot számlál. Ez körülbelül 2000 személyt jelent. Ungvártól Viskig, Kárpátalja egész területéről érkeztek családok a rendezvényre. De mit is jelent nagycsaládosnak lenni Kárpátalján? Sok örömet jelent. Akár Kárpátalján, akárhol jelenthet ez, és sok terhet is ugyanakkor. És ebben az örömben és nehézségek közepette nagyon jó az, hogyha vannak mások, akikkel ezekről tudunk beszélgetni, ezekről a küzdelmeinkről, meg örömeinkről. És hát ez egy ilyen alkalom ma. És hogy milyen Kárpátalján nagycsaládosnak lenni, Nagyon színes, főleg, hogyha az emberek már mondjuk iskolásak a gyerekei, akkor mindegyiket más iskolába készíteni esetleg, vagy mindent beszerezni időre, és ugyanakkor ennek az örömével, hogy nőnek és fejlődnek. A nap folyamán tehát mindenki találhatott számára érdekes programot, és ami nem lényegtelen, a többi családdal együtt tölthetett egy élménydús napot. Az előző évek alapján idén sokkal több család jött el, és vett részt a nyárbúcsúztatón. Az eddigi éve során ilyen 100-150 fő jelentkezett
Most az idei évben egy kicsivel többre számítunk, most már 220 fő jelentkezett be, de már jelen vannak olyan családok is, akik nem jelentkeztek be, és mégis eljöttek, úgyhogy reméljük meg lesz ez a 200-250 fő idén. Az Egyesület egy újabb sikeres programot tudhat maga mögött. A szervezet életképességét és szükségességét mi sem mutatja jobban, hogy szinte minden hónapban szerveznek találkozókat, előadásokat, utazásokat és kirándulásokat Kárpátalja, Magyarország és a Kárpát-medence különböző részeire egyaránt. A mostani találkozó kellemes kikapcsolódást jelentett mind a gyermekek, mind a szülők számára, hisz lehetőség nyílt a gondtalan, vidám szórakozásra, és hasznos időtöltésre az iskola kezdés előtt. Ismét a Szilva Lekvári volt a főszerep Mezőgecsében, ahol 10. alkalommal tartották meg a hagyományos lekvárfőző fesztiváljukat. Az idejében is természetesen megmérettettek a lekvárfőzők, kik 7 településről érkeztek Mezőgecsébe, hogy megmutathassák képességüket a szilva lekvár készítésben. Tudom, szilvából szokták főzni a lekvárt, és a hasító szilvából. Az idei évben a hasító szilvából készítjük el a lekvárt. Mi az oka ennek? Nem volt jól van termés a nem tudom szilvából, vagy? Hamarabb elért, és már nem tudtunk abból főzni, azért került. De ez is nagyon jó, finom, ebből is nagyon finom lekvár készül. Minden faluban és tájegységben kicsit másképp csinálják a szilva lekvárt. Így az ízek változnak, hiszen nem mindegy az, hogy panyolai aprószemű szilvából vagy hasító szilvából készül a lekvár. Mi úgy tartjuk, hogy az igazán finom lekvár az rézüstben készül, a szilva pedig nem a legnemesebbek, a hasító szilva, és a, nálunk így hívják, és a nem tudom szilva. De talán a nem tudom szilvának van a legfinomabb lekvárja, ha azt jó kifőzik rézüstben. Meddig szokott fölni egy lekvár? Hát a 6-8 óra, az onnantól, mikor már cibere, annyi kell neki, hogy az igazán kemény legyen, és jó legyen, jó állaga, és el tudjon állni. A rendezvény beilleszkedik abba a programkavalkádba, aminek a célja a kárpátaljai gasztronómiai különlegességek és népi hagyományainak bemutatása és felelevenítése. Kezdetben Mezőgecsében is, mint más településeken falunapokat szerveztünk, és aztán jött az ötlet, hogy mivel van nekünk a szilva lekvárfőzésnek a hagyománya, itt nem beszélne tőlünk Szatmárcsekén, a lekvárfőző fesztivál már több éve meg volt szervezve, és annak a mintájára mi nálunk is megszerveztük a lekvárfőző fesztivált. Gyakorlatilag azzal a célra, hogy majd ez valamikor nemzetközi rendezvény lesz, és ugye így tudjuk megismertetni a települést más kárpátaljai, ukrajnai, illetve külföldi potenciális vendégeinkkel. Természetesen a lekvár mellett más is főtt a kondérokban, hiszen az ideérkezett csapatok a főételek készítésében is versenybe szálltak, így a rendezvényre kiérkező érdeklődők a tartalmas kulturális programok és bemutatók mellett megkóstolhatták a felvidéki színes palacsintát, vagy akár szatmárcsekei gulyást is. Az ételeket már zsűriztük, sok mindent vettünk figyelembe, leginkább az, hogy mennyire fogyasztható, mennyire van élvezeti értéke. És hát természetesen nem csak az ételeket, hanem azt is, hogy hogyan tálalták, milyen a sátor, ahol készült, tehát milyenek a higiénés viszonyok, és ezt mennyire tartották be. És hát természetesen mennyire van különlegessége. Mondjuk nagyon érdekes volt olyan ételeket fogyasztani, ami mondjuk az átlagember nem megszokott. Például a kiskunfélegyháziak színes palacsintát készítettek, és ahány szín, annyiféle ízesítés volt. A kék, zöld, sárga mindenféle színben. A bugaci betyárok egyszerű babfőzeléket hoztak, azt gondoltuk, hogy ez egy sima népies babfőzelék, aztán kiderült, hogy nem, mert olyan csülökpörkölttel ízesítették, ami kuriózumnak számított megint. És hát persze lesz még kakaspörkölt, mert van a Szerdahaj mellőre egy csapat, aki még nem került sorra, tehát félibben vagyunk a zsűrizéssel. A lekvárnak a zsűrizése sokkal egyszerűbb lesz most, mert minden csapat egységesen kapott lepotika szilvát, és ebből készíti a lekvárt. Régen van, aki ebből, tehát van, aki ilyen étkezési szilvából volt, aki nem tudom szilvából, ez az penyigei szilvából főzte. Ez a legjobb szilva lekvárnak, hisz nagyon magas a cukorfoka,
jól sűríthető és természetesen nagyon ízletes a lekvár. Itt most, tehát nem a fajtánkénti különbséget fogjuk tapasztalni. Sok mindent vettek szemügyre a lekvárokkal kapcsolatban, kezdve attól, milyen üstben készült, vagy milyen a cukortartalma. Emiatt minden lekvárnak másképpen kellett teljesíteni. Viszont az egyetlen közös vizsgálati tényező örök, mégpedig a fakanál teszt, amelyet már felmenőink is használtak. Év kihagyás után csendült fel ismét a muzsika a Munkácsi Zenei Tábor résztvevőinek előadásában. A legrégebbi múltú kárpátaljai nyári tehetséggondozó és szakmai tábor még 1990-ben indult magyarországi és kárpátaljai zenekedvelő fiatalok részvételével. Idén pedig már 22. alkalommal rendezték meg. Ez a zenei tábor egy 24 fős tábor volt az első 1990-ben, és olyan sikeres volt úgy a koncert része is, mint a résztvevőknek a megélt táborélménye, hogy utána 20 éven keresztül minden évben meg is lett szervezve ez a tábor, egészen 2010-ig, utána egy hosszabb szünet következett, és levegőt vettünk, és most újult erővel indítottuk útjára újra a zenei tábort. Újítani szerettünk volna, hogy egy kicsit ilyen szakmaibb képző tábor legyen, de végül a tábor úgy alakult, ahogy a kezdeti táborok is voltak, és az nem baj, hiszen itt különböző generációjú fiatalok, meg kevésbé fiatalok tudtak együtt zenélni. Abban újult meg, hogy felnőtt egy újabb korosztály, úgyhogy nagyon sokan, akik ebbe a táborba jöttek, az első táboruk volt, hiszen koruknak megfelelően 9 évvel ezelőtt még olyan picik voltak, hogy nem táborozhattak a zenei táborban. Kárpátalja egyetlen komoly zenei táborának a Munkácsi Szent Imre Katolikus Kollégium adott otthont. Az első néhány évben a tábor szervezője, zenei vezetője, valamint karmestere Keselyák Gergely, Liszt-díjas, érdemes művész volt. Most pedig öccse, Keselyák Bence vette át a vezetést. Egy héten át az egyéni képzés mellett az együttzenélésen volt a hangsúly. Énekeltünk, illetve játszottunk ma régi zenét. A régi zenén azt szoktuk érteni, hogy reneszánsz vagy barokk műveket, és voltak romantikus szerzőktől, Mendelssohntól és más romantikus szerzőtől is művek, tehát ugye elég széles, különböző korszakokból való repertoárral álltunk elő. Kárpátalja egyetlen komoly zenei tábora. A mai fiatalság mennyire befogadó a komoly zene iránt? Mennyire könnyű őket így megfogni? Én félni szoktam, hogy nehéz, de legalábbis akik ide jönnek, azok azt látom, hogy természetesen vevők rá és fogékonyak rá, mert elég könnyen átveszik azokat a zenei formálásokat, amik mondjuk a komoly zenére jellemzőek, és ami szükséges ahhoz, hogy jól megszólaljon a mű. Van, amit többször el kell mondani, mert az biztos, hogy azért ez valamennyire távol állnak a reneszánsz, meg a barokk, de még a romantikus műfaj is kicsit távol áll a mai embertől. Egész nap nem ezt hallgatjuk, legfeljebb néha-néha, de azt az egy-két emléket, hogyha föl lehet hozni, mert valahonnan belülről kell előhozni azokat az érzéseket. Nem hiszem, hogy kívülről valakinek le lehet diktálni, hogy hogyan kell énekelni, hanem valahogy rá lehet vezetni, hogy mi tetszik neki, mi az, amit egyszer hallott valahonnan, akár csak félfüllel, és megtetszett neki, és az miért olyan volt, amilyen, hogyan lehet ezt magunkból is kihozni, hogy olyan szép legyen az a dallam például, amit egyszer valahol máshol hallott, vagy ahhoz hasonló. A szervezők azoknak a fiataloknak a jelentkezését várták, akiknek már van megfelelő hangszeres vagy énekes zenei képzettségük, és azt kamarazenekarban vagy több szólamú kórusban szerették volna továbbfejleszteni. Kijártam a zeneiskolát, ugye komoly zenét tanultunk, az elején még annyira nem tetszett, aztán a filmzenéknek köszönhetően megszerettem, szóval ilyen kalandos úton, még most is ismerkedek vele. És ha meg tudnád fogalmazni, hogy miért tetszik ez a zenei tábor, miért fontos, hogy legyen egy ilyen zenei tábor? Az együttzenélés miatt,
meg a sok spontán feladat. Ugye tulajdonképpen ugye mi rakjuk össze azt, hogy hogyan fogjuk előadni a műveket viszonylag rövid idő alatt, és hát az egésznek a hangulata nagyon jó. A tábor ideje alatt napi 2-3 órában folyt a felkészülés a záró koncertre, melyet a Szent Márton Székesegyházban adtak elő. Az együtt töltött egy hét lehetőséget nyújtott a baráti és szakmai kapcsolatok építésére. Több fiatal itt ismerkedett meg közelebbről a klasszikus zenével, az együtt muzsikálás pedig igazi zenekedvelő közösségé kovácsolta őket. Hatalmas sikerrel mutatta be a Magyar Állami Operaház Társulata Erkel Ferenc Hunyadi László című operáját Kárpátalján. Az előadás előtt a művészeti pályán 50 éve tevékenykedő Medvecki Ádámot köszöntötték. A karnagy úgy nyilatkozott, hogy külhomban fellépni számára felemelő és csodálatos érzés. Határon túli magyaroknak magyar zenét adni, ez egy olyan fantasztikus misszió, amitől én sokszor úgy érzem, hogy nem is itteni honfitársaink, hanem mi magunk leszünk gazdagabbak. Fantasztikus ezek az embernek a magyarsága, érzékenysége, szeretete. Ez is, valamint a hatalmas érdeklődés miatt döntött úgy az opera vezetése, hogy 2019-ben ismét egy hazafias Erkel művel, a Hunyadi Lászlóval térnek vissza Beregszászra. Mind hivatosan, de a szívünkben is mi feladatunknak érezzük ezt, hogy az opera kultúrát, főleg a nemzeti darabjainkat elvigyük minden határon túli magyarhoz is. Tehát azoknak, akiknek nincsen módjuk eljönni Budapestre, hogy ezeket megnézzék, ők is részesülhessenek ebben az élményben. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, és most, hogy Budapesten az Ibülház felújítás alatt áll, most van erre a társulatnak ideje és lehetősége, hogy többet járjon vidékre, külföldre, és most nem csak itt, hanem Erdélyben, Délvidéken, Felvidéken is jártunk, illetve tervezünk újabb túrákat. És hogy miért pont a Hunyadi? 2 évvel ezelőtt volt az operának egy vállalkozás, amit úgy hívtak, hogy Kárpát haza operatúra, amikor 2 előadással jártuk a Kárpát-medencét, az egyik a Hunyadi volt, a másik a Vígözvegy. És mivel akkor a Hunyadival csak Ungvárra tudtunk eljutni, ezért a főigazgató úr erre nézve tett egy ígéretet, hogy ha már Ungváron voltunk, akkor Beregszász sem maradt ki. És egyébként ennek a túrának a részeként derítettük fel ezt a helyszínt is, mert akkor jöttek a beregszászi magyarok, és ők mondták, hogy de hát itt is van egy színpad, igaz, nem használják, de nézzük meg, hát ha lehet vele valamit kezdeni, és innen indult ez a történet. Ez egy multikulturális produkció, ahogy elhangzott a színpadon, hogy más országokban is előszeretettel játssza az opera a Hunyadi Lászlót, és én örülök annak, hogy ma büszkékedhetünk, hogy itt van velünk, körbevesz minket, és egy óriási életerőt tudott adni. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki egy picit is, vagy nagyon sokat is hozzájárult ahhoz, hogy ez ma itt tudjon lenni, és számítunk a folytatásra. A közönség nagyra értékelte a produkciót, sokan tisztában voltak a történelmi háttérrel is. Úgy is gondolom, hogy a magyar történelem, mint a kereszténynek a szentírás, hogy tudnia kell, ha nem is részletesen, mert ugye a magyar történelem sem a legrövidebb történelmek közé sorolhatom, talán a leggazdagabbnak, és ez az opera, a Hunyadi László, ez jól is illusztrálja. A művészek is érzékelték azt, hogy a közönség nagyon is vevő az előadásra. Minden szónak külön láttató erejűnek elleni, hiszen nem kapnak színpadot. Aki messze ül sok-sok 10 méterre tőlem, annak is azt kell éreznie, ami velem történik. Tehát egy nagyítóval kell sugározni mindazt, és ez sokat kíván, de sokat is ad vissza nekünk. Más Erkel operákban is énekeltem, és nekem ez mindig egy különleges dolog, hogyha
nem csak hogy Magyarországon, hanem hogyha Magyarországon kívül ezt énekelhetem, úgyhogy én nekem ez egy nagyon pozitív és meghatározó élmény volt. Most biztos, hogy erre még emlékezni fogok sokáig. A közönség állva kitartó vastapssal köszönte meg az előadást, végül a művészek a nagy érdeművel közösen elénekelték a szózatot. A jazz világát mutatta be Ungváron a Kárpátaljai Magyar Egyházi Kulturális Újjászületési Zene és Képzőművészeti Krédó Alapítvány. Ivaskovics József, az alapítvány elnöke 5 évvel ezelőtt álmodta meg az Ungvári Jazzfestet. Az idén második alkalommal szervezett zenei eseménynek a Boksai József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum udvara adott otthont. Én nagyon régen, nagyon sokat jazzmuzsikáltam, bejártam az egész Szovjetuniót ilyen ebben a műfajban, amiből most is adtam egy kis ízelítőt, és hát valahogy vágytam arra, hogy egy kicsit nosztalgiázzak, meg az is benne van, hogy az öcsém ezelőtt 6 évvel eltávozott közülünk, és úgy döntöttünk, hogy egy jazzfesztivállal emlékezünk rá, azok a zenészek, akikkel ő együtt muzsikált valamikor, és egy szép műsor kerekedett ezelőtt 5 évvel az Ungvári Várban. A jazz is a szabadság zenéje, hogy amit akarok, azt játszok, a krédő is, amit akar, azt énekel, úgyhogy ilyen szempontból hasonlítunk egymáshoz. Hát zeneileg nem nagyon, mi inkább a könnyű és a klasszikus zene határán vagyunk, behazonosíthatatlan, egyedi, azt mondják mások, mi nem tudjuk, mi csak játszunk a dolgainkat. A jazz az meg annak nagy tradíció, nagy hagyományai vannak a jazznek. Színpadra lépett Varga Katica, aki egy híres gospeléneket adott elő magyar és angol nyelven. Egyedül egy gospeléneket énekeltem, Jöjj lép a vízbe címmel. Ez egy számomra tényleg különleges ének, mert egy olyan énekesnőtől hallottam először, aki halála után lett híres gospel énekesnő, és az úgy szíven ütött, hogy valaki utána lesz olyan, pedig nagyon-nagyon értékes zenét játszott, és nagyon magával ragadott az, hogy egy gitárral, szimpla gitárral úgy is elő lehet adni, hogy egy zenekart megszégyenítő módon, és igyekeztem ezt a szemléletet folytatni, és ezt az éneket elénekelni. A rendezvény színpadára lépett a Krédó Alapítvány gospel kórusa. A produkció több különböző település énekkarainak különleges formációja volt. Spirituálé, valamint gospel énekeket adott elő ez a kórus összeállítás. Régebben nem volt már a repertoárunkban, valamint többször előadtuk már ezeket a dalokat, és most Jós bácsinak egy nagy álma valósult meg, hogy ezt most közösen a Krédó Alapítványos zeneiskolákkal, kórusokkal ezt meg tudtuk valósítani. A Kisgéci Gyöngykaláris Kórusiskola, a Szalókai Nyitnikék Művészeti Iskola, a Zungvári Református Kórus, valamint a Szalókai Reménység Felnőtt Kórus és a Ráti Szent Mihály Gyermekotthon lakói által. A Beregszász Dixieland Band szintén fellépője volt a fesztiválnak. Repertoárjuk nagyon színes, így klezmernóták, sanzonok, indulók is megtalálhatóak benne a Dixieland stílusára alakítva. Kunák Laci bácsinak volt mindig egy nagy álma, hogy egy Dixieland muzsikát fognak majd ők valamikor játszani, de a szovjet éra alatt ez nem igazán volt megengedett. Ugye amerikai, New Orleans és nagyon sok keveredés van benne a klezmernek, az orosz, a német zenének.
de a gyökerek azok amerikaiak. És sajnos Kunák Laci bácsi 2009-ben meghalt, és akkor Lóge Kalcsi bácsi, aki mai napig a zenekar vezetője, átvette a zenekarnak a vezetését, és igazi New Orleans-i stílusban szerettek volna Dixielandet játszani, és akkor ez úgy megkezdődött, és azóta is tart, eddig töretlenül. A szervezők az eseményt hagyományteremtő céllal szervezték, így a jazz műfaj kedvelői jövőre újra örömüket lehetik majd az Ungváron egyedi fesztivál programjában.